Szentlélek nevében. Amen. Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek és merítsetek vigasztalásának forrásából. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek te vagy ereje, Istenem. Akinek szívében a te útjaid vannak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkönörökké. Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek és merítsetek vigasztalásának forrásából. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatok. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Isten, hogy jobban ragaszkodtam múlandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vonj meg tőlem irgalmat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható Isten, méltán bűnhődünk bűneink miatt, de kérünk, ne hagyj el minket, hanem engedd, hogy kegyelmed vigasztaljon és erősítse szívünket az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg Böjt 4. vasárnapjának, Létáre vasárnapjának, oltár előtti felolvasásra kijelölt levélbeni ige szakaszát, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében, a 4. fejezet 21. versétől a 31. versig tartó szakaszból a következőképpen. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok, mit mond a törvény. Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabad asszonytól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született. A szabad asszonytól való viszont az ígéret által. Ez képes beszéd. Mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában. Megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad.
ez a mi anyánk. Mert megvan írva, újjong, te meddő, aki nem szültél, vígadj és örvendj, aki nem hajultál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával. Ezért tehát testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent. Valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet egyházunk bőjt 4. vasárnapjára igehirdetési alapigekét kijelölt, amelyet megírva találunk a János írása szerinti evangélium 6. fejezetében, a 30-tól a 35. versig a következőképpen. Erre megkérdezték tőle, és te, milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adok nekik enni. Jézus pedig így válaszolt. Bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki. Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus pedig ezt mondta nekik. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Az elmúlt tavasszal rengetegen fogtak hozzá a kenyérsütéshez, kezdtek kísérletezni a kovász otthoni nevelésével, vagy éppen alakítottak ki veteményes, virágos kertet az udvaron. Olyanok is, akik korábban nem foglalkoztak ilyesmivel, vagy lehet, hogy szerettek volna, de nem volt hozzá idő, lehetőség. Azt vettem észre, hogy felértékelődött az a tudás, amire eddig úgy gondoltunk, hogy modern világunkban a 21. században már nincs rá igazán szükségünk. Főzés, sütés, varrás, szerelés, barkácsolás, kertészkedés. Eddig megvettük, könnyen lecseréltük, amire szükségünk volt. Azonban egyre inkább értékes lett az, amit magam csinálunk. És az a tudás, ami az életben maradásokhoz alapvetően szükséges. Nem véletlen az sem,
hogy éppen a kenyér sütés került előtérbe, hiszen a kenyér alap élelmiszer létszükséglet. Sok évtized után újra felmerült a kérdés, mi lesz, ha nem teszik elém az asztalra vagy az üzlet polcaira? Mi lesz, ha nem tudok elmenni érte, ha nem jutok hozzá? Jobb hát megtanulni magam előállítani, és ezzel együtt talán jobban értékelni, jobban meg is becsülni. Csak remélni tudom, hogy a lelkiek terén is elindult egy hasonló folyamat, és felértékelődik az az ősi tudás, amit szintén kezdtünk elfelejteni, hogy a léleknek is szüksége van táplálékra, hogy a lelkünket is gondozni, ápolni kell, keresni a megújulás forrásait, a lelki stabilitás alapját, hiszen veszélyhelyzetben éppen erre van szükségünk igazán. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha, mondja Jézus. A kérdés az, hogy ez a kenyér elég-e nekünk? Megelégszünk-e vele, megbecsüljük-e, vagy mással akarjuk csillapítani lelki éhségünket? Megnyugtató lenne a kérdése, hogy elég-e nekünk Krisztus, mint az élet kenyere, igennel válaszolni és bólintani, hogy elég erős a hitünk, hogy Jézusban kerestük a kapaszkodót, hogy hozzá igazodunk. Az igazsághoz azonban közelebb áll, hogy mi is hasonlóak vagyunk Jézus kortársaihoz, vagy az Ószövetség embereihez, akik további jeleket, csodákat, megerősítést követeltek, nem elégedtek meg azzal, amit egyszer láttak, amit tapasztaltak Isten hatalmából. A sokaság mennyei jelet kér. Ez a címe annak a résznek János evangéliumában, amiből alapigénk is vallunk. Ez a cím ráadásul két emlékezetes csoda történet után olvasható, az 5000 ember megvendégelése és a tengeren járás után. Azaz miután Jézus csodás módon testileg jól lakhat egy hatalmas tömeget, nem tudják elhinni, hogy lelkileg is jól lakatja őket. Csodát láttak az emberek, de úgy tűnik, hogy a csoda nem elég. Azok, akik egyszer már átélték a csodát, azt, hogy a földi kenyér megsokasodott, most újabb jelet akarnak. Talán azt várják, hogy a csoda megismétlődjön újra és újra, nap mint nap. Sokan mondják azt manapság is, hogyha valami különleges dolog történne velük az életben, ha akár csodát élnének át, akkor hinnének. Akkor biztosan elhinnék, hogy van Isten. De vajon meddig? Meddig tartana ki a csoda hatása? Néhány napig, hétig, vagy talán egy pár évig? Majd újra kellene valami, egy újabb, ami igazolja, hogy biztosan nem véletlen volt, ami történt. Mert erre is van példa a Bibliában. A választott nép 40 éves vándorlása során Isten mannával táplálta az embereket minden nap. Ott megismétlődött a mennyei csoda nap-nap után, jelezve Isten gondoskodását. A vándorló nép azonban unni kezdte a mannát. Eledük lett ebből a hitvány eledelből, ahogy mondták. Mert úgy tűnik, hogy a mindennapi csoda sem elég. Mire van igazán szükségünk? Nem csak a mostani lassan egy éve tartó helyzet, hanem sok bibliai történet is felveti ezt a kérdést. Mária és Márta történetében Jézus arra tanít, hogy kevésre van szükség. Valójában csak egyre. És Jézus azt is elmondja, hogy mire. De erre nekünk magunknak kell rájönnünk. Azaz elhinnünk, hogy Jézusnak igaza van. Tényleg,
a lelki eledel tart életben, tényleg a belső erőforrások tartanak meg. Vagy ahogy más helyen olvassuk, több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Hogy kinek mennyivel több, azt megint saját életünkben mérhetjük le. Ezekben a mostani hetekben nem csak azért, mert újra bezárkóztunk, hanem mert bőjt van, mert tavasz van, mert a természet idén is a megújulást mutatja meg nekünk. Jó, ha a kenyérsütő eszközök, kertész szerszámok mellett a Biblia is előkerül. Mert nem elég a testi kenyér, nem elég a külső megújulás. Lelki éhségünket az élet kenyere tölti be, és adja meg ezzel mindazt, ami az igazi élethez szükséges. Amen. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, Te a kereszt útján is örömmel töltötted be Atyád akaratát. Add, hogy a neki tetsző dolgokért könyörgünk. Így könyörgünk egyházunkért és az egész kereszténységért. Tanúidat ruházd fel erőddel mindenütt a világon, hogy a kereszt evangéliuma minden népet megörvendeztessen, és az üdvösség örökösévé tegyen. Könyörgünk gyülekezetünkért, növeld közöttünk az egységet, add, hogy a lelki ajándékok különbözősége sem vetélkedést, sem viszálykodást ne okozzon. Taníts egymást szeretetben hordozni, add, hogy a téged keresők valódi lelki otthon találjanak közösségünkben. Könyörgünk betegeinkért és orvosaikért, ápolóikért, illetve a szenvedőkért aggódó hozzátartozókért. Szent lelket tegye teljessé szívükben a bizonyosságot, hogy a téged szeretőknek minden javukra válik. Mennyei Atyánk, légy velünk életünk minden napján, végső óránkon pedig segíts mennyei országodba, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik mindörökkön örökké. Az ő nevében és tanítása szerint imádkozunk így együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Végezetül fogadjuk Isten áldását. Istenek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon neked békességet. Amen.